A Kárpát Express mai első megállója az óbecsei Tánemlékház lesz. Innen a felvidéki Szórványba egy hagyományos népviseletes bárra utazunk. Ezután megismerhetnek egy a székelyföldi fiatalok szülőföldön tartására indított kezdeményezést. Végül pedig részt vehetnek velünk egy hamisítatlan farsangi mulatságon, ahol Mari és Gyula üli meg az Űrmisi gőzöst. Tartsanak velünk! Általános iskolás gyerekek érkeznek az óbecsei Tánemlékházba. A délvidéki diákok a Nemzeti Tehetségprogram Tán Károly kezdte, mi folytatjuk elnevezésű rendezvényén vehetnek részt. 2014-ben tehetségpontok lettünk, majd 2016-ban sikerült európai tehetségpontokként is regisztrálnunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok lehetőség megnyílt előttünk, olyan pályázási lehetőségek, melyeknek köszönhetően műhelymunkafoglalkozásokat tudunk lehozni általános, illetve középiskolások részére. A mai műhelyben három témakört dolgozunk fel, gyógyszerészet, gyógynöménytan és kémia. Tán Károly és Tán Mór fivérek voltak, Óbecsén születtek és nőttek fel. Egyikük híres vegyész, másikuk festőművész lett. Az ő emléküket őrzi és viszi tovább az emlékház. A Tán fivérek értelmiségi kör civil szervezet kezdeményezésére 2013-ban sikerült a Tán fivérek emlékházát felújítani, és azóta várja tartalmas programmal látogatóit. A Tán emlékház, ötvözve a tudomány és a művészet világát, egyben élményszerű tanulási lehetőséget kínál elsősorban iskoláskorú gyerekeknek. A gyerekek számtalan érdekes programon vehetnek részt, és egy állandó interaktív kiállítás is várja a vendégeket. Most azonban térjünk vissza a Tán Károly kezdte, mi folytatjuk című programhoz. A minden hónap első hétvégéjén megtartott rendezvényen a környék tehetséges gyermekei vehetnek részt. Az általános iskolás diákok ezen a plusz foglalkozáson megismerkedhetnek a kémia rejtelmeivel. Fontosnak találom, hogy ilyen esetben inkább a kísérletekre fektessük a hangsúlyt, mivel a gyerekeknek sajnos az iskolában időszűke miatt és nagyon sok iskolában vegyszer hiánya miatt nincsen lehetőség gyakorlatokat végezni. A kémia tudás alapvető elem a gyógyszertudományban. Az itt jelenlévő gyerekek többsége pedig a jövőben ezen a területen szeretne elhelyezkedni. Érdekel a kémia, és nagyon érdekes tantárgy szerintem is, a jövőben is lehet, hogy ezzel fogok foglalkozni, vagyis valamilyen szinten ezzel is. Fontos elsősorban azért, hogy közelebb hozzuk a természettudományokat a gyerekekhez. Azok, akik különben is érdeklődnek a természettudományok iránt, lehet, hogy kicsit megijednek az iskolai száraz tananyagtól, és a tanév folyamán nincs is alkalom annyi kísérletét elvégezni. Így, hogyha eljönnek a tánházba, ahol szakemberek foglalkozhatnak velük, és talán olyan dolgok is szóba jönnek, amik az iskolai tananyagban nem fordulnak elő, megszeretik a természettudományokat, talán könnyebben választanak fáját is később. A kémia és a gyógyszerkészítés mellett a diákok megismerkedhetnek a különféle gyógynövényekkel. Ebben Horák Kornél biológia szakos tanár van a segítségükre. Nagyon érdekel, hogy mások gyógyításában is segíthessek, és hogy otthon például kimegyek a kertbe, és szedek pár gyógynövényt, és úgymond meggyógyulok. A tanár úr úgy véli, a tantárgyi tudás megszerzése mellett fontos, hogy itt a tánházban a gyerekek anyanyelvükön tanulhatnak. Együtt lehetnek, barátkozhatnak, anyanyelvükön jutnak hozzá tudáshoz, illetve a lehetőségekhez. Tehát ez a jó benne, hogy ezt meg tudják itt csinálni. Ez természetesen fontos a gyerekeknek is. Legtöbbjük Péter révéről és Óbecséről érkezett, olyan településekről, ahol a lakosok többsége magyar. Jobban megértem az anyagot, és több mindent tanulhatok. Persze a nyelvet is ápolom közben, és jól esik, hogy a saját nyelvemben beszélhetek másokkal. A támfivérek elkezdték, az itt lévő gyerekek pedig folytatják. Anyanyelv ápolása, tudás, tanulás és egy erős magyar közösség. Ezekkel találkozhat a vendég, aki betér az óbecsei Tán emlékházba. Hamarosan a Bódva völgyébe utazunk, ahol immár 8-szor rendezték meg a hagyományos népviseletes bált.